Szerintem, hogy emlékszem, hogy nagyon jó. A refoturális egyébként egy kicsit... Lassú, de a számára sokat segít. Jó, a refoturális az kicsit egy kicsit túlzás volt. Na, indítsuk el. Most ilyen modátort hoztam. A másik egész jó vagyunk ki a... Kell az egy viszki nincs. Mert csak az a kérdés, hogy nagyon fogunk tudni lapozni, de ez vicces lesz. Az képernyőn van. Addig bemutatkozom, sziasztok, Körtesi Gazs vagyok. Leginkább pályállami bölcsész vagyok. És szerintem az előadásból ki fog derülni, hogy, ez miért releváns. És annyiféle ilyen különböző prezentációs rendszer volt már a Vitaformát, volt ilyen JavaScript-es, HTML5-ös mókolós, volt természetesen PowerPoint, volt, aki kiexportált a Mac-ból egy PDF-et, ezerféle prezi volt, és beleszédültünk a Zoom effektjeibe, és... Nem tudom. Tökéletes. Beszélj nyugodtan a valamit, igen szállam. Jó. Ráhoztad a CIS-253-on, ezt bődött sem el van húzva. Azzal fenyegettem keltet, hogy ha egy egyszer előadok, akkor azt egy hipercard stackben fogom csinálni, ami egy viszonylag régi és viszonylag híresített platform, ami most nem indul el egy mini vlémet emulátor van. Jó, kilépünk belőle, hogy megyük az annak előbb 2 percen át. Biztos volt rá másoltam? Az előző verzió az megvan még? Sok helyen jól lemásoltam még ezt a programot. Jó, ez is halott. Ez kibincs előző. BSDSK. Tök jó. Jó, akkor az előző verzió volt, és ez most egy Mac Plus emulálnak éppen, amin System 7 fut, amin egy hipercard stacket futtatunk, és egy 1994-es versenyátor fog bemutatni rajta. De mi is az a hipercard, amit említettem? Tekerjük kicsit vissza az időt, 90-es évek elején vagyunk, nem mondok pontos dátumot, mert ez egy több verzió végigélt program, az első verziót 87-ben adták ki, jelentősen változott, az igazán 90-ben jött ki, és 98-ig pofozták, egyébként 2004-ig lehetett venni az Apple boltban is, ez a világ vicce volt. Ez egy, de mit is jelent ez ebben a korban, tehát internet már van, civilek nincsenek rajta, web még nincsen, az 93-94-ben jön. Mi is látom? Web még nem létezik. A Windows még egy ilyen nagyon-nagyon kezdetleges, DOS-os grafikus indító réteg. Macintoson meg nagyon boldogan örülnek az emberek az egy darab gombjuknak, az egybites grafikus megjelenítőképességüknek és az 512-ös 384-es felbontásoknak. 342 egyébként. Ebben a világban van a hipercard, ami egy ilyen akkor éppen az informatikában és a postmodern irodalomban is nagyon divatos hipertextualitásra, sőt, multimédiás hipertextualitásra egy ilyen kattintatós kereket, nagyon egyszerű. Vannak ilyen indexkártyák, amikre néhatsz, egyébként rajzolhatsz is. Ezeket ilyen paklipba, stackekbe tudod összegyűjteni. Több stacket is tudsz létrehozni, ezek között tudsz úgynevezett lékeket csinálni. És ezeket gyakorlatilag egy fájlként tudod továbbadni másnak. Ja, és az a pláne még az egészben, hogy minden elem scriptelhető, egy viszonylag könnyen tanulható script nyelven. Ehhez még hozzá kell tenni azt, hogy az eredeti hivatalos nagy Mac-es fejlesztőrendszer, vagy a két nagy Mac-es fejlesztőrendszer, az ilyen használhatatlan túlbonyolított szar, ami ráadásul drága is. Tehát akkor ennek a kettőnek az összetétele az az, hogy ez egy ilyen hatalmas nagy hobbista platform lesz. Boldog-boldogan az első programját, tól kezdve az első kiadó programjáig mindenféle dolgokat csinál, például táblázatkezelőket lehet belőle csinálni, grafikonokat lehet hozzá rajzolni, figyeljétek a pszeomorfizmust, és ezen pláne. Ezek egyébként, tehát ez az egyik ilyen stock Apple template, tehát nem esett messze az Apple a fájától. Ebben a világban jön be, hobbista platform, mindenki játszik ezzel, ez a
ez a divatos játék, ebbe jön be egy magyar expatrióta költő, aki Franciaországban él 57 óta. Papp Tibor, a magyar műhely tagja, aki 93-ban, 94-re publikált egy Disztihon Alfa nevű első magyar automatikus versgenerátort. És ez egyébként én nem tudom korábbiról, de sokat elmond egyébként a magyar digitális kultúra történetről, hogy erről se igazán tudtunk. Így tudogattunk arról, hogy létezik, de konkrétan ezt a lemezt, ezt most sikerült megszereznünk. Ez pontosan azt csinálja, ami rá van írva, tehát ez diszkihonokat generál, például ilyeneket. Kicsi vicces cuki dolgokat. Vélet primitív egyébként. Tehát diszkihonokat generál, ami annyi az egész, hogy van egy sor hexameter és van egy sor pentameter utána. És gyakorlatilag van egy hosszú szólistája, különböző slotokba dobál dobókockával randomot, és kiválaszt egyet-egyet, és a lista garantálja, hogy bármilyen kombinációban egy formailag helyes, ha még nem is ilyen művészeti értéket tartalmazó diszti vagyunk idelőre. Ez nem tudom, hogy hónapja került fel körülbelül az elektronikus, a magyar elektronikus könyvtárba, beszkennelve a kicsi 80 oldalas füzet, amiben voltak kivágva ilyen képernyőképek, meg volt hosszú önajnározás, hogy mennyire fasz a gyerek volt Papp Tibor, hogy ezt össze tudta rakni, meg egy kis történelmi áttekintés arról, hogy is néz ki ez a kombinatorikus verselés. És meg volt szkennelve az első oldalra a floppy. Na most egy beszkennelt floppy képével nem sokat tudunk csinálni, úgyhogy alternatív megoldásokat kellett keresni. Nagy nehezen sikerült végül egy zip-fájt kell segítségével beszerezni így a könyvtáros alapjáron keresztül. Azonban 2013-ban megnyitni egy HyperCard stacket az kicsit bonyolult, főleg, hogyha nincsen kéznél egy régebbi Macintos, mint ahogy nekem nem volt kéznél egy régebbi Macintos. A régebbi Macintos egyébként azt jelenti, hogy egy 10 éves legalább, tehát ilyen még PowerPC-nek kell lennie, és még futnia kell rajta a OS9-nek, vagy legalább 10.4-nek. Ha rákattintasz egy mostani gépre, két percem? Tök jó. Akkor egy ilyen alertet dob fel a segítőkész rendszer. Ezért egy olyan emulátort használunk, mint amiben most is fut ez a HyperCard prezentáció. Odafele ilyen nagyon furcsa vámolás van. Van egy olyan tool a modern Mac-eken, vagy Mac-binári, amit a másik végén az emulátorban egy spéci disk imager, egy spéci alkalmazás fogad, ami segítségével gyakorlatilag rá lehet rendokolni a fájlokat, amit aztán a binary unpacker, vagy a régi Mac-eken volt egy resource fork, meg volt egy data fork, és hogyha az egyik fele hiányzott, akkor nem tudta megnyitni az alkalmazást. Tehát van vele egy kis trükközés, ez úgy néz ki, hogy a Mac-binary paternity fájlonként, amit aztán rá kell húzni erre a dologra, és ez beimportálja a régi Mac-be. Visszafele, oké, tehát hogy megnéztük, hogy fut, és mindjárt meg is fogom mutatni élőben, majd valószínűleg egy kérdés fogok erre elhozolni. Sörök közben inkább. Visszafele, ez egy nagy hobbista platform volt, tehát rengeteg mentési kísérlet volt, hogy mégse veszem el az elmúlt 20 évnek a digitális kultúrtörténete. A legtöbb projekt az halott. Egy volt, ami működött, ez a Stackimport nevű, ami fent van a GitHub-on, ami egy ilyen XML lek sorát többi ki magából, amiből ki lehet bogarászni, hogy hol is van a tartalom. Ez volt a legsegítőkész az egészben. Ez egy ilyen parancsolós túl, XML-t ad és PDM. A Mac-es PICT fájlokat PDM-re állítja, ami még primitívebb képformátum. Na de hogy is néz ki ez belülről, mert oké, hogy kinyertük az XML-eket, sattala, viszont hogy is működik ez a versgenerátor belülről? Ez az egyik kártya belőle, ugyanis a HyperCard-nak nincsenek az a struktúrái semmi. Van egy olyan string, meg ilyen string, tehát a számokat is stringként kezeli, mert ez egy felhasználó barát rendszer, és egyre kezdi az indexeket, és egyéb mutaságok is vannak benne. De az a lényeg, hogy látszik, hogy itt vannak különböző szövegoszlopok, és ezek tényleg textfieldek, és ezekből dobálja ki a randommal egy ilyen
hiperdok nyelven, ami egyébként, ha megfigyelitek, valószínűleg nem látszik olyan messzebből, de ez egy gombhozóan rendelve, mint mindegyik, mert egy mai programozónak az egyik első kódját látjuk valószínűleg. Ennek megfelelően egy csomó zsákutca, meg befejezetlen részek, meg az ilyen korszokások dolgok szoktak lenni benne, mert csak izgalmasabb az egész, és igazán ez az, amiért nem tudom megmutatni azt, hogy és ez most már egy hozzáférhető platformon, egy böngészőben is elérhető, ami egyébként a következő lépés lenne ennek a projektnek. Ez egyértelmű lépése. Most én nem fogom felolvasni, hogy részletezni, így néz ki a HyperTalk kód, és miután észrevette azt, hogy ilyen végtelenül bonyolult, vagy fölöslegesen bonyolult ezt az emulációs réteget, meg ezt a disk image-et, meg akármi továbbadni, arra gondoltam, hogy ezt az egészet át kéne érni valami működő platformra, például böngészőben. Viszont ezt manuálisan csinálom, és ami kibogereszem, hogy melyik sor mit is csinál, meg melyik kártya, melyik gombot nyomja meg, az egy kisebb idő. Van viszont egy használható lemezképen, amit bárkinek szívesen továbbadok, mert nagyon lehetik. Szöveget meg a kódot kimentettem, és folyamatban van, és egy ilyen proof of concept szinten már működni látszik az, hogy is gondolta azt. Tehát ez tényleg egyébként az a költő. A költő, amikor ezt a kócsot írta, akkor ezt gondolta. Szinte nálunk. De szándékaim szerint ez egy ilyen web alkalmazás lesz, esetleg mondjuk Facebook share-rel, hogy generálok egy disztikont. És nagyjából ennyi voltam, kérdezzetek, és majd mutatok sörök között még a disztikonokat. Meg tudnál mondani, hogy működik? Persze. Oké. Na, az van, hogy a másik lemezképen, amit nem tudod beolvasni kérdében, azon van rajta maga a néző, úgyhogy sörök után gyere ide, és szívesen megmutatom. A sörök közben. Senki többet? Mesélj. Én találkoztam ezzel, hogy mondja, a live code ennek az utolja, ennek egy ilyen ugye a verziója, amit már nem ingyenes, és nem az ennek egyszerű bárként egyszerre? Ez úgy megy, mint hogy vannak ilyen mindenféle ókeresztény revival mozgalmak, akik azt mondják, hogy vissza kell menni a gyökerekhez, és igazán akkor voltunk így a kódhoz közel, amikor hipercardot használtunk, és ezt újra meg újra feltalálják. És a live code is egy ilyen, ami nagyon hasonlít, de nem fogadom is. Ja, megtaláltad? Tök jó. Szerzőállítása szerint egyébként 16 billió különböző kombinációt mond, ami valószínűleg ilyen van lenni, nem számoltam utána még. Egyébként vannak ilyen turbiságok benne, hogy tökként tud lagózni, attól függően hányas doba a random. Segítséget egyébként szívesen elfogadok, hogyha valaki többet nézett hipercardot már nekünk él. Az nem derült ki, hogy Pap Tibort végül is megkerestétek? Még nem. Vagy csak tudtátok, hogy ki jön? Csak tudtuk, hogy ki jön. Különösen sértődékeny emberként hallottam róla, úgyhogy félek kicsit. Ugyanakkor kint van az elektronikus könyvtárban a maga a füzet, aminek ez a melléklete. Tehát nem gondolom, hogy nagy para van, vagy lenne ebből. Még ott van egy német elem. Jó, hogy német elem vagyunk még. Nagy német elem kérdést. Ezt a Teventhán szültem most szépen egy emulátorban a hipercard alakod össze? Igen. Ez a prezentáció, ez most szépen egy hipercard stack, amit tényleg hipercardban raktam össze. Vélt verejtéket izzadva, és minden animáció kézzel volt beírva. És egy konvertátor ikonját a GitHub-nak, és még nem tudod. Igen. Emlékszem, hogy volt egy korábbi projektem, amiben ezt a régi klasszikus egy bitre képeket lekeverő algoritmust megcsináltam Canvasban, azt használtam fel erre. Code reuse. Jó, tessék rossz. Valóban mennyire kaptunk egy hatókodás, tehát egy konok, egyrészt
Hát szóval... Még elég tudnál a 16 millióra. Úgy egyedi, mint ahogy a hobbihék egyediek. Valamikor kettő között csak egy szó vagy egy tolldalék a különbség. Igazából az van, hogy van azt hiszem 20 alaptípus, és először az dobja, ezt lehet, majd nyomok egy alma pontot. És akkor az van, hogy itt van a G6K, 7K, sattara, és akkor ezekből a blokkokból választ ki először valamennyiket, és aztán ezen megy végig egy szabály szerint. És akkor itt vannak ilyen tematikus változások is köztem. Viszont, hogyha végignézed, akkor itt van, hogy engem, téged, minket, tud, hogy lásd, hogy félt, hogy vélt, hogy hit, hogy jó, ha fénye, lénye, árnya. Tehát gyakorlatilag arra ment rá, hogy egyrészt valami tematikus közösség legyen benne, másrészt az, hogy az időmértékes verső is kijöjjön. Nincsen benne mágia. Tessék. Mi a helyzet most Pankúban? De most nyugdíjas éveit éli Párizsban. És nem vette fel a kapcsolatot? Még nem. Nem, én ezt ilyen restaurációs projektként élem meg, és nem kutató projektként. Azt tudod, hogy honnan jönnek ezek a szövegek? Hogy csinálja, hogy ez erotikus történet legyen? Tehát valami posztoptim, vagy valami erotikus, és oda jön a szöveget írt, vagy? Saját kutfejéből gondolkozott. Tehát így amikor végigolvasom a szavakat, akkor látszik egy gondolatmenet. De szerintem így leült és agyalt rajta. Második sor, de igen, hogyha megnézed, akkor itt kombinálja, hogy maszturbális muzik, muzsikája, maszturbális rezeke és maszturbális meditál, és maszturbális kölyön, és maszturbális egyedül. Tehát itt gyakorlatilag kitalált egy valamit, és akkor azt csinálta addig, amíg kifolyott a szavak. Amíg a végére. Az egész formájában költészet. És ez a szép benne. Szerintem sörök között beszélünk még.